Köszöntöm nézőinket, dr. Fazekas Sándor, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnökével beszélgetünk, hiszen most rendhagyó módon emlékeztünk meg a huszárezredesre. Kovács Mihály karcag szülötte, az amerikai függetlenségi háború legmagasabb rangot elért magyar katonája volt, és őre emlékezünk ilyenkor május első napjaiban, és azért is aktuális szerintem ez a megemlékezés, mert Kovács Mihály emberi tartása, teljesítménye mindig egy üzenetet hordoz számunkra, mai kunok, mai magyarok számára, hiszen ő egész életét hadseregekben töltötte, fegyelmezett katonaember volt, és a mai világban is látszik az, hogy a fegyelmezettségre szükség van. A magyarság bizonyított az elmúlt hetekben, lassanként már elmondhatjuk azt, hogy a járvány végez fele járunk, remélhetőleg, hiszen amikor fegyelmezetten otthon kellett maradni, amikor meg kellett változtatni a társadalmi érintkezésnek a szabályait, amikor el kellett hagyni olyan dolgokat, mint amikor átölelünk valakit, vagy megfogjuk a kezét, azért, hogy egymás életét megvédjük, hogy ne terjedjen el egy járvány, akkor a magyarság az jelesen vizsgázott. Ennek is köszönhető az, hogy Magyarországon ez a világjárvány sokkal kisebb pusztítást végzett, mint amit más országokban láthattunk. Tehát az, hogy betartjuk azokat a normákat, amelyek a közösség érdekében előírtak, hogy oda tudunk egymásra figyelni, hogy fegyelmezettek vagyunk, ez látszik, hogy gyakran életeket mentett. És így volt ez régen, és látszik, hogy így van ma is. Köszönjük szépen! Köszönöm!